látunk. Ez ugye a vihar miatt közel 250 bejelentés érkezett a Jászhegy-Kunszolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a leginkább érintett települések között volt Szolnok, Törökszent Miklós, Abátszalók, Jászalsó-Szentgyörgy és Jánoshida. Óriási nagy pusztítást végzett. Elsőként ugye településen lévő nagy fákat döntött ki, volt, hogy épületekre döntötte, villanyvezetékek szakadtak el. Ezeknek a mentesítése volt a legelső feladatunk, ami még péntek este megkezdődött. A magánlakásokban legalább 400 magánlakás sérült a településen. Ebből, ami igazán súlyos, az azért 100 alatti. A többi helyen megkezdte a tetőt és javítást igényel, de volt olyan ház, nem egy a településen, az egész tetőt leszette, és új tetőt kell építeni a házra. És ami jó, hogy a település lakossága úgy állt az egész feladathoz, hogy nem mindent az önkormányzattól várt, hanem saját maguk az emberek már péntek este volt, aki a tetőn volt, és már elkezdte a mentesítési, javítási munkákat. Utána az önkormányzat elkezdte a szervezését annak, hogy begyűjtöttük az adatokat, kinél milyen probléma keletkezett. Ezekből az adatokból próbáltunk olyanfajta segítséget nyújtani, hogy cserepet, tetőlécet, fóliát, szarufákat beszerezni, és ezeket biztosítottuk ingyenesen a lakosság részére, és ki is szállítottuk, vagy aki el tudott érte jönni, az elvitte. Ezzel legalább 200-as nagyságrendben segítettünk ingatlanokat, mert volt, aki önállóan teljesen meg tudta oldani, de volt olyan, akinek anyagban, meg volt olyan, akinek tevékenyen munkában is kellett segítenünk. Kaptunk azért más településekről is segítséget, mert többek között a szomszéd település Alattyán polgármestere saját maga is jött, és a szombati napon itt egy brigádjával együtt ő is részt vett a javításokba, meg őtőlük is kaptunk adományba is építőanyagokat. Jött például Jászapátiról egy tűzoltóegyesület, akik szintén segítettek, meg az emberek úgy álltak hozzá, hogy amikor a sajátjukkal végeztek, akkor mentek a szomszédokhoz, mentek a család rokonokhoz, és ők is beszálltak a további munkába is. Az önkormányzat még jelenleg is végzi a feladatokat, tehát maradtak olyanok, akinek nincs senkije, és mondjuk idős emberekről van szó, ahol csak mi tudjuk a munkát végrehajtani, meg itt a háttérben is látszanak olyan házak, ahol még most is végzik a családok is a munkát, és még a javítások vannak, de azt lehet mondani, hogy ahhoz képest, ami károk keletkeztek, ahhoz képest már legalább 90%-os szinten sikerült a magánlakásokat helyreállítani. Az önkormányzatnak még a saját ingatlanaihoz nem sikerült hozzáférnie, mert elsők a családok biztonsága volt, és azzal kezdtük, ezért nem tudtunk sem a sportpályán, sem a idősek klubja épületén, amire egy nagy fenyő dőlt rá, se a többi épületünkön még semmi munkát végezni. Ebben majd természetesen várjuk a kormányzati segítséget, meg be fogjuk adni a Viszmajor pályázati kérelmünket, mert hogy hát ezek az események, ezek jelen pillanatban az önkormányzat költségvetéséből nem finanszírozhatók. Kidőlt fák, leszakadt ágak, elöntött pincék. Nálunk mondjuk egy 30 méteres fenyőt tört úgy, hogy 250 magasba, és az derékon elcsavart, átvitte a szomszédba. A másik oldalról meg három házzal odébről hozott egy lemeztetőt, tetőlécestől, mindenestől az a palatetőmet, meg a palakerítés törte. A péntek esti vihar folyamatos munkát adott Jászhegy-Kunszolnok vármegye tűzoltóinak. A katasztrófa védelmi igazgatósághoz 20 óra 38 perckor érkezett az első bejelentés. Tudtuk meg dr. Kisnémet Tamás vármegyei katasztrófa védelmi szóvivő helyettestől.